ellenfél volt a Honvéd, főleg a másik félben nagyon ránk tudták erőltetni az akaratukat. Az első fél évben többször is volt olyan labda kihozatalunk, amire ugye lehet építeni, és amit próbálunk is gyakorolni edzésen is, de azért még hagy némi kívánivalót maga után a játékunk. Örülök neki, hogy ezzel a játékkal sikerült azért egy rangadót megnyerni. Dőlő labda szerzése után a Temester indításod volt a gólpassz Petrieknek, amivel megnyertük a meccset. Hogyan emlékszel vissza erre a szituációra? Igen, észrevettem, amikor hozzám került a labda, hogy egy nagy rés van úgymond a Honvéd védelmében, és a Petriák nagyon nagy lendülettel indult be ebbe a résbe, és jól sikerült megjátszanom, és hála az égnek, ugye góllal sikerült neki fejezni a támadást. Ez egy jó húzás volt, hogy bejött még egy védő, mert a középpályán nem kellett annyit futni, nem kellett annyit megszakadni, mert nagyon jól húzott szét minket a Honvéd, és ezáltal stabilizálni tudtuk azért a középpályát is némileg. Nekünk elég volt megmaradni a védelem előtt, nem kellett annyiszor bezárni a védők közé, nem kellett annyit futni, és hát úgy gondolom, hogy a Kenny is, ahogy beállt, azért ez nem semmi ilyen hosszú sérülés után. Hogyan tovább? Hát most hétvégén ugye magyar kupát játszunk, meg kell nyerni, utána van pedig, hogyha jól emlékszem, rangadója. Gyerünk! Mi van?